Szombaton a Vörösmarty Színházban Analógia címmel nyílt meg Kis László Penna Régia díjas fotográfus tárlata. A kiállításnak otthont adó teátrum igazgatója Szikora János köszöntőjében hangsúlyozta, a színház feladata, hogy a művészetek otthona legyen a színpadon túl is. Ez az elv ezúttal is megvalósult, hiszen az alkotó egy olyan egyedi valaha volt világba kalazolja el fekete-fehér képeivel a fotoművészet barátait, amelyek gondolkodásra késztetnek. Egyfajta ilyen menekülési útvonal nekem ez az analóg fényképezés. Szeretek visszamenni ebbe a filmes érába. Nekem ez egy megnyugvás, és amit már egyszer párszor elmondtam, hogy ez a szemcsézet, amiből összeáll a kép, ez nekem egyfajta gyönyörűséget termel. Úgyhogy én ezt nem ilyen visszalépésnek látom, hanem én folyamatosan ebben vagyok jelen. Ha az analógiát, mint művészeti indítatást nézzük, rá kell, hogy döbbenjünk. Kis László fotói láttán, hogy bizony a viszonyok az egyszer volt, a ma és a jövő jelenségei, a fogalmak hasonlósága vagy éppenséggel egyezése elmúlt, mintha nem is lett volna, s maradnak a gondolkodásra késztető képek. Ezek a képek ráadásul nekem is kapcsolódási pontok, egyrészt a múltamhoz, egyrészt a jelenhez. Mindegyik képhez tartozik valamiféle történet. Én hiszek abban, hogy a fénykép az el kell, hogy mondjon valamit. De ha nem is mondan valamit, akkor legalábbis kell neki valamiféle érzelmet generálni. És ez az érzelem az én hitem szerint ezeken a képeken azért intenzíven jelen van. Azért is az a cím, hogy analógia, mert az egyes képekhez találok kapcsolódási pontokat, vagy az életemben, vagy a jelenben, vagy a barátaimhoz, de mindenképpen ezek valamiféle viszonyulások, és én úgy gondolom, hogy ez a fekete-fehér nyelvezet, ez közelebb áll hozzám, és közelebb áll ahhoz a fajta melankóliához, amit én így napi szinten megélek. Egy biztos, Kis László új dimenzióba emelte múltunk megidézését, a fekete-fehér analógia képi világa pedig bizonyosan hiteles eszköz a felgyorsult világban, egyfajta mélységesen emberi visszatekintésre.